trópusi gyilkosságok. Jól van? Mi ez a cirkusz? Bemutatom a sziget legjobb zenészeit. Tomás, Jérôme, Cédric és Marina. Frank, hajnali 4 óra van. Na és, csak zenélünk, nem csinálunk rosszat. Tényleg? Na jó, vége a bulinak, mindenki Ne, miért kell ezt csinálnod? Nevetséges. Mikor nő már be végre a fejed lágya? Várjatok, skacok, ne menjetek el! Megegyeztünk, a gyerekek miatt vagy itt, és nem tűrök el akármit. Ez nem túl kedves. Miért mindig nem érted? Vége a szegény, nehéz sorsú zenésznek, aki napközben füvezik, aztán bulizik, és ágyba viszi a kolléganőmet. Mikor nősz már fel? Nem bírom tovább. Sajnálom. Kérlek, nem tűnj hiszem. El. Menj Kérlek. El! Látni sem akarlak. De hová menjek? Félreértett küzdelem. Szia, Phil! Jó reggelt! Neked is. Mi csak? Jön a szerelmed. Nem, tudsz róla? Jó, hogy? Ja, Aurélia mondta el. Ah, nehéz is lenne nem észrevenni, csak téged. Igen, tudom. Jó reggelt! Jó reggelt, jól van, Phil? Nem, de. Mi a helyzet? Férfi... Nem nőt mondod? De, persze, egy nő. Aha. A reggel most a partra a víz. Tudja, a part, ahova megyek. Kocogók találták meg. Igen? Nem sok volt az alvás. Frank elhívta a zenész barátait. Képzelem. Jaj, nem. Visszajött az ihlete. Nagyon vicces. Nem tudja, miről marad le. Szép próbálkozás, de nem veszem át. Szívvel lőtték, azonnal meghalt. A gyilkos 3-4 méterre állhatott tőle. Szerintem a nyílt vízen lőtték le, aztán a hullámok sodorták az öbölbe. A gyilkos hajóval, vagy pedig jetskivel volt. Praktikus, mert gyorsan megy. Mi is a múlt héten a feleségemmel. És nagyon veszélyes, vigyázni kell, főleg a napszúrásra. Tanú nincs. Mikor halt meg? Tegnap 5 és 6 óra között. Azonosították? Nem, Aurélia még keresi. Elment a klubba, ahonnan a deszkát kölcsönözte. 3 kilométerre van innen. Akarok mutatni valami érdekeset. Mm-hmm. 9-es Beretta. Mm-hmm. Az övé? Valószínűleg. A deszkához volt erősítve. 15-ös tár, 6 golyó van benne. Ha a fegyver volt nála, fenyegetve érezte magát. Igen. Sorozatszám kiütve, feketén vehette. Az áldozat neve Joanna Eker. Tegnap 4-kor kölcsönözte a deszkát. Törzsvendég, egyedülálló. Gyermektelen, a munkájának él. A foglalkozása nőgyógyász. Ha? Nem egy banális nőgyógyász, aki Berettával sétál. Miben nyúlhatott? Hol dolgozott? A Saint Jean klinikán, és önkéntes volt a családsegítőnél. Családsegítő? A nagynéném az igazgató. Reggel várta egy beteg. Joanna soha nem késik. Ezért felhívtam. Hát, ezt nem gondoltam volna. Régóta ismered? 2 éve. Megpályázott egy állást a klinikán, akkor jött Martinikra. És nálunk is bejelentkezett. Elnézést, de meg kell kérdeznem, mit csináltak tegnap 5 és 6 között?
Itt voltam megbeszélésen. Az asszisztensem rá tanul. Oké. És maga? Bába vagyok. Kismama felkészítőt tartottam a rendelőmben. Kellene a résztvevők listája. A doktornő fenyegetve érezte magát? Nem. Vagyis nem hiszem. Volt fegyvere. Tudtad? Joannának? Nem. Végzett abortuszt? Többek között. Nem volt gondja a Timán Mai-jal? Sok hívást kapott, ahogy mások is. Gyilkosnak nevezték, de már nem foglalkozott vele. Mi az a Timán Mai? Életvédő Egyesület. Nagyon aktívak. Az elnökük doktor Malman, uh-huh. Ugye? A Fort de France kórház szülészetét vezeti. Csak az ügyének elkötelezett orvosokat vesz fel, akik lelkiismereti okokból nem végeznek küretet, úgyhogy itt baromi nehéz abortuszra menni. Nyomozott már utánuk? Ó, én nem. Egy barátnőmnek volt velük dolga. A lelkiismeretre való hivatkozással akadályozzák a művivetélést. És az egyesület tagjai képesek lennének valakit megtámadni? Nem hinném. De a Stuckerrel ment kiszörfözni, tehát elvileg nem pecázni ment. Vajon mitől félt? Két hete gondja volt egy férfival. Á, kivel? Nem tudom, a parkolóban történt. Amikor kimentem, ordítozva veszekedtek. A férfi meg is lökte, de nem akarta elmesélni. Viszont lefotóztam a rendszámát. Tessék! Igen? Kösz, Aurélien. A pasas, aki rátámadt, dokmunkás a kikötőben. Oké. Szépségem, jól vagy? Hogy jöttél? Stoppal. Az jó, imádok stoppolni. Rengeteget stoppoltam fiatal koromban anyáddal, Barcelonába is úgy mentünk, három nap alatt értünk oda. Majd később mesélsz. De jól majd is éreztük magunkat. Hol van a cuccod? Hát egy hotelben, kilátással a semmire. De nem rossz, komolyan. Minden menjünk. Oké. Aludnod kell, gyere! Oké. Oké, oké. Ne, papa! Ne csináld ezt, gyere! Menjünk! Aranyos vagy, hogy értem jöttél. Jól vagy? Jól. Ó, mámó, milyen szexi kislány! Hagyjál, bunkó! A francba! Jó van, na, nem kell, nem kell lesz. Nyugi, öreg, csak segíteni akarok. Mondtam, hogy nem kell a segítséged, érted? Ha? Nem kéne ilyen vén faszingerrel mászkálnod, drágaságom, amilyen szép vagy. Azt mondta, drágaság? És aztán? Annak nevezte, nem a drágaság! Tudod, kit laknás, kis köcsök? Papa! Papa, hagyd, papa, ne csináld! Papa, ne, kérlek! Papa, ne csináld már! Állj le elég, kérlek! Papa! Gaetan Kost? Igen? Szent Róz őrnagy kivelli százados, tudunk beszélni? Miről? Joanna Eker, doktornő. Igen? Erőszakos szóváltása volt vele. Tudunk beszélni? Na, baszki. Mit mondott a hülye kurva? Meghalt a hülye kurva. Mi van? Megölték. Hol volt az este? Miért? Engem vádolsz? Miért tegez? Válaszoljon! Dolgoztam, elmehetek? Elmondja, miért vitatkoztak? Hogy beköpöm a stiklieit. Milyen stikli? Zsaruk? Akkor dolgozzam. Kutassam. Oké, most szépen velünk jön. Hé! Hey! Feleljen a kérdésre. Maga ott marad. Eckert, oké. 12 hét után is csináltam.
Ha felnyomtam volna, vége. Honnan tudta? Megcsinálta a terhes barátnőmnek. 14 hetes volt, a törvényes határidő után. Ez elég magyarázat? Mehetek melózni? A rendőrségen folytatjuk a beszélgetést. Ne szívasson, már mindent elmondtam. Jó, van, nem kérdeztük a véleményét. Kezeket a háta mögé, maradjanak ott. Engedj el! Hülye vagy! Kurva életbe! Menjenek! Az előélete... Na és? Már régen volt. Fél év börtön testi sértésért. Az áldozata 2 hétig volt kómában. Régen volt. Gyakran folyamodik erőszakhoz. Oké, hülyeség volt. De azóta tiszta vagyok. Jó. Hol volt tegnap 5 és 6 óra között? Mondtam már. Dolgoztam. Egy hajót pakoltam le, 10-kor végeztem. Ellenőrizhetik. Meg is tesszük. Addig is elmondaná, hogy volt Eker doktornővel. Megfenyegette, hogy feljelenti a rendőrségen, és utána... Győzködött, hogy ne tegyem. És meggyőzte? Próbálta elmagyarázni. Azt mondta, vannak, akiknek ő az utolsó remény. És meghatott. Meghatotta? Igen, meghatott. Hát, hogy ne. Azt hiszi, bevesszük a dumáját? Beszéltünk a barátnőjével. Azt mondta, tajtékzott. És 1 hete el is hagyta. Ez nem igaz, én hagytam el. Persze. Elmondom az én verziómat. Ő nem akarta a gyereket. Elvetette. Maga meg dühében végzett Eker doktornővel. Nem öltem meg senkit. 1 éve voltunk együtt nagyjával. Meg kellett volna beszélnie velem. Én akartam a gyereket. Ha nem tudná, a nőnek joga van az abortuszhoz. Felesleges kioktatni. Egyet értek. A nő eldöntheti, de... Az én gyerekem is volt. Minimum szól, nem? Egy perc. Mit csinálsz te itt? A papa verekedett. Mi? Megsérült? Nem, itt van. Behozták. Egyszerűen nem fér a bőrébe. Ne húzd fel magad. Nem esett baja, és csak meg akart védeni. Hát persze. Mama, ne es neki, nem akarta, hogy szóljon. Előbb gondolt volna erre, csak hülyeségeket csinál. Annyira egoista vagy. Csak magadra gondolsz, a papa meg le van szarva. Meg is dögölhet, ugye? Ne véd már mindig. Miért ne védjem? Szét van esve, szerencsétlen, ez az igazság. De nem úgy segítesz, ha kidobod az utcára. Engedje ki. A fickó nem tett feljelentést, mázlid van. Elmehetsz. És Chloe jól van, nem haragszik rá? Eddig is mindent megbocsátott, nyilván most is. Tudom, mi már mi van. Jó, Frank. Tudom, hogy nem könnyű most neked, ha akarod, beszélgessünk ma este. Ez azt jelenti, hogy... Nem. Vagyis visszajöhetsz, de ennyi. Miért viszel? Ellenőrizzék az alibimet, ahelyett, hogy bezárnak. Mert te mondod meg, mit csinálják? Igen, én mondom. Gyerünk. Meg. Most mennem menne kell. Menne, gyereke! Mit csinálják? Mondd már be! Na? Az anesteziológus és a nővér beismerték, hogy a doktornő cinkosai voltak a késői abortuszokban. Beidéztem őket. Hogy csinálta, hogy ne tűnjön fel? Egyszerű. Meghamisította a dátumot az ultrahang leleten. 12 hetet írt rá. Vagy egy tucat érintett nő van. Elkezdtem őket hívni és beidézni. Jó, de minek? Nem volt okuk végezni a dokinővel. Nem őket gyanúsítjuk, hanem a környezetüket. Valaki más reagált úgy, mint Galtán Kost. Áj, ez téves nyom.
Az életpártiak megtudják, hogy Eker törvénytelen küreteket végez, ez ok arra, hogy megöljék. Nem túl egyszerű ez így. Tudja, hogy van ez itt. A vallás egyelőre mindent visz. Egy 15-16 éves lány nem beszélhet szexről a szüleivel, aztán hopp, teherbe esnek. Itt kétszer annyi nő kér abortuszt, mint Franciaországban, érti? Az ellenzőjének Johanna Eker maga az ördög. Mondd meg neki, te nekem nem hisz, te vagy a kedvence. Ne hűj már. És el is túlzod, nem öltek meg senkit. Stréber, nem hiszem el. Jó, Crivelli, befejezte? Tud jobb nyomot. Én talán igen. Megtaláltam a kocsiját. 3 napja vitte el a szerelő a Sangor negyedből. Téglákon állt. Mind a 4 kerekét kiszúrta. Tényleg kurva jó nyom. Johanna Ekernek pisztolya volt. Sangor elég durva környék. Mit keresett ott egyedül? Oda megyünk. Nélkülem. Mert maga mit csinál? Megy az életvédőkhöz és rájuk borítja az asztalt. Diszkrét is tudok lenni. 10 kilométerről ki fogják szúrni. Persze, nézzen idióta kezdőnek. Igen. Köszönöm. Az abortusz gyilkosság. Iman Mai. Kiskorú nő. Jó napot. Jó napot. Segíthetek valamiben? Igen, csak azért jöttem, mert szeretnék... Mindent elmondhat, ezért vagyunk. Nagyon kedves. Nem, igazából én akarok maguknak segíteni. Szimpatizánsunk? Igen. Akkor bemutatom Mámen doktort. Ő az elnökünk. Hallott róla? Jó, hogy. Nagyon csodálom. Nézem az előadásait a neten. Jöjjön. Ludovik, akkor délután a szülészeten, jó? Készíts elő mindent. Plakátok, stb. Oké? Számítok rád. Oké, szia. Doktor úr. Igen? Bemutatom. Gael Rivier. Tiszteletem. Szeretnél velünk dolgozni? Örülök. Köszönöm. Még nem láttam itt. Miért ez a hirtelen érdeklődés az ügyünk iránt? Hát, mert eddig nem volt rá időm. Vigyáznom kellett a gyerekeimre. 2 van. Chloe és Luca. A férjem zenész. Klasszikus. És mindig külföldön turnézik. Tudja, hogy van ez. Hány évesek a gyerekek? 16, és nem sokára 18. Rohan az idő. És egyre jobban aggódom a lányomért. Félek, hogy beleesik egy csegevarába. Vagy még rosszabb, egy környezetvédőbe. És... Nehéz megértetni velük, hogy az igaz szerelemhez idő kell. Itt van pontosan. Rémisztő, hogy vannak nők, akik odaadják a testüket, csak úgy egy éjszakára. Nekem ez... Bocsánat, de ezt fel kell vennem. Jean, addig elmagyarázná neki, hogy milyen munkát végzünk itt. Halló? Igen. Szóval. Találtam tanúkat, akik látták itt Johanna Ekert múlt hétfőn. Itt egy dealer lakik, a piros ajtó. A neve Ethan Adelaide. Drogozott. Nem tudom. Kellett volna erősítés. Bemegyünk. Rendőrség! Hey! Nem a túl!
hátba! Aurélien, jöjjön! Golyónyomok a falban. Lehet, hogy olyan kaliber, mint Joanna Eker pisztolya. Miért lőtt? Jobb, ha elmegyünk. Erre felé nem szeretik a zsapot. Hozzon mindent, amit van. Nyissák ki! Hol van Ethan? Takarodjatok! Ethan az anyátok! Nyissák ki! Mit akarnak? Hol van Ethan? Nyissák ki! Takarodjatok! Őrnagy! Gyógyszerek. Ezzel tényleg, nem drog. Jó, menjünk. Phil, tudja, mik ezek? Hát van itt minden. Az biztos, hogy ha ezt keveri ezzel, rosszul lesz, vagyis furcsa dolgokat fog látni. Na hát, ilyet már én is vettem be. Az egyetemi éveimre emlékeztet. A stressz, a kialvatlanság, a közelgő vizsgák... Mindez nagyon izgalmas, nem, de... Nem izgalmas. Ne mondja, hogy izgalmas, amikor nem is az. Hagyja ezt abba. Valami baj van, Phil? Ennek semmi köze a nőgyógyászathoz, ennyi a lényeg. Értem, de akkor mit csinált ez a nő? Gyógyszerekkel bizniszel? Ezt magának kell kiderítenie. Én csak elemzek, és azt hiszem, el fog tartani egy ideig. Szóval ő... Oké. Talált valamit? Igen. Mindegyik kártyás. Így kommunikált a vevőkkel. Ezen van egy szám, amit ötször hívott hétfőn, miután Joanna Eker elment. Utána nézek, hogy ki. Várjon, gyorsabban is megy. Ez itt Dr. Malmen üzenetrögzítője. Kérem, hagyjon üzenetet. A Fort Francis szülészet főorvosa. Aki azt az egyesületet vezet. Igen. Gyógyszerekkel délen. Ellopja a kórházban és eladja a dealernek. És ebből finanszírozza az abortusz ellenes akcióit. Ha Joanna Eker rájött, volt mit Malmen orra alá dörgölnie. Talán azért ment oda pisztollyal, hogy szóra bírja a dealert. Az nem akar beszélni. Eker többször is a falba lő, hogy ráijesszen. A díler végül beszél, és riasztja Malment. Ez az. Témám mély egyesület, Louise vagyok, miben segíthetek? Ha egy nő telefonál, humanizálnunk kell a babát, aki benne van. Malment doktor ingyenes ultrahangvizsgálatot biztosít, ha nem akarják a babát. Amikor meghallják a baba szívét. Értem. Sokszor. Már akarják. Tényleg? Folytassuk? Igen. Szent Rózőr nagy, Sárlőri hadnagy, lenne pár... Mit akarnak itt? Nem csinálunk semmi illegálisat, csak az életet védjük. Elnézést, csak lenne pár kérdésünk az elnök. Persze ismerjük a kérdéseiket. Minden rendőr egyforma. Azt hiszik, parancsolgathatnak nekünk, de nekünk csak a jó Isten parancsol. Hadnagy, vigye ki, amíg megnyugszik. Nem megyek sehová. De, kimegyünk. Kérem, menjünk ki velem egy kicsit. Vegye le rólam a mocskos mancsát, a gonosz szolgálója. Nem kell túljátszani, elég. Dr. Malmenhez lenne pár kérdésem. Miben segíthetek, őrnagy? Ethan Adelaide, ismeri? Nem, nem tudom. A paciensek és az egyesület mellett nem jut időm társasági életre. Gyógyszerekkel üzletelt, többször is hívta telefonon. Máshogy teszem fel a kérdést, maga látta el? Biztos nem. Van rá más magyarázat? Közismert ember vagyok. Bárki hozzáfér a telefonszámomhoz. Én nem ismerem azt az embert. Pedig hétfőn nagyon kereste, ötször hívta. Na és? Mit tehetek én arról? És Joanna Eker pont aznap járt ott. Csak véletlen lehet, igaz? Azt hiszi, hogy közön van a halálához. Ez érdekel. Tegnap, egész nap, késő estig egy adományozónkkal voltam. Tessék a száma. Kérdezzék meg.
Azért vigyázz magadra. Eddig semmit nem vettek észre, úgyhogy folytatom, aztán meglátjuk. Tudom, mit szól a beépülésemhez, de... Nem, semmi gond. Ha már itt van, használjuk ki. Elmondtam neki a gyógyszereket, és már ment. Figyelnek minket, jobb lesz, ha megyünk. Talált már valamit? Szálljanak le rólunk! Még nem csak, hogy ez olyan, mint egy szekta. Totál paranoiások. Azt várhatják, hogy elmondjam! De keresgélek még. Jó, csak tényleg vigyázzon magára. Vissza hiszen ismer. Fognak akarom. Ereszem! Mi az életet védjük? Maguk meg a halált! Egy nap majd el kell számolniuk a teremtő előtt! Ha! Úgy bizony! Ha! Oké, az a Libye. Elmehet. Ráment a délután. Nem érdekli? A munkámat végzem. A munkáját? És az enyém, he? Mit fog gondolni a főnököm? Élvezi? Gyilkossági ügyben nyomozok. Azt hiszi, élvezem? Mondtam, hogy nem én öltem meg a francba! Menjem, vagy bentartom még egy napig? Igen, persze. Még egy nap. Kapják be! Mindenki kapja be! Ha semmiért csak úgy lecsuknak! Persze! Hülye banda! Mi ez a cirkusz Szent Róz? Miről beszél? Behozom a gyanúsítottat, csekkolom az alibiét, és elmehet. Ennyi. Behozza a gyanúsítottat? Nem mondja. A legutóbbi is meglépett. Elszaladt. Mit mondjak az ügyésznek? Túl gyorsan futott? Bocsánat? Ez nem profizmus. Ketten menni egy ilyen alakért. Ez szakmai hiba. Mentem volna egy század roham rendőrrel. Azt hittem, ismeri a büdzsénket. Jó, és Crivelli, mi ez a beépülési história? Van rá engedélye? Tőlem vagy az ügyésztől? Csak össze-vissza kapkodnak. A családja miatt nem tud gondolkodni. Mm. Ez a baj a nőkkel. Ha valami gond van otthon, már szét is esett. A magánéletem nem zavarja a munkámat. De az enyémet igen. A családja lefoglalja az embereimet, érti ezt? A lánya őrizetben, a férjét két naponta be kell hoznunk. Volt férj. Velem akkor se szórakozzon. Eredményt akarok, érti? Eredményt. Salomé. A baba a pocakodban. Egy csoda. Már él, ha még nem is érzed. A törvény megengedi, hogy elvetest. De ha így döntesz, egy életen át cipeled ennek a súlyát. Mi az? Nem vagy jól? De csak vécére kell mennem, női baj. Persze. Védelem. Családvédelem művi vetélése 2020. január. Ezek a seggfejek. Mit csinálsz itt? Csak... nagyon fáj, amikor megjön. Egy kis csendre vágytam. Hívjak orvost? Nem, nem kell, már jobban vagyok. Már jobb. Neked soha nincs ilyen? Nincs. Nincs? Papa, látom, hogy nem vagy jó. Hagyjál már békén ezzel, jól vagyok tényleg. Oké. Oké? Hány számot írtál, amióta itt vagy? Hát, sokat. Jó, majd írok. Halljon az ihle. Nem jó azt látni, hogy egy helyben toporogsz. Miért? Mit hiszel, hogy csak úgy csettintésre jön az ihlet? Hagyd ezt. Csomó koncertajánlatot kaptál, láttam a mélyeidet. Mi? Belenéztem a fiókodba, össze kell szedned magad, papa.
Igazad van. Figyú! Az én apukám nagyon jó zenész, és állati jó a színpadon, oké? Okay? Megszabadulnál tőle? Igen. Nem, csak rád gondolok, a mamára, a ránk nem működik az együttélés. De nem baj. Igaz. Ajaj, hadd találjam ki. Banán, eper, mangó, guava, hangulatjavítás. Mi történt? Ecsöveri. Mit csinált már megint? Csak a szokásos nőgyűlölet. Ó, igen, értem. Megtudott valamit? A dílerrel való kapcsolatnak nincs nyoma, viszont ezt találtam. Családsegítő, művi betélések 2020 március. A családsegítőtől? Már mennek másolata van minden nő kartonjáról, aki abortuszt akar. Van ott egy tégla. Praktikus. Így megvan minden nő elérhetősége, aki abortuszt akar. Csak fel kell hívni és lebeszélni őket. Ha Joanna Ecker rájött, meg lehet az indíték is. Aha, egyetértünk. De ez nem válasz a dílerre. Igen. Holnap is elmehetek, ha akarja. Kezdek belejönni a szerepbe. Inkább maradjunk a törvényes útnál. De kár. Kislányom. Miért akarsz látni? Mi olyan sürgős? Ülj le. Már kértem neked is. Megijesztesz. Mi történt? Elválok. Mi? Nyugi, nem nálad akarok lakni. A szeretőmhöz költözöm. És a papa? Azt hiszi, megőrültem. Nem mondod. Nem gyors ez egy kicsit. 67 éves vagyok. Mikor legyek boldog, ha nem most? Ha fél lábbal a sírban vagyok? Én nem ezt mondtam. És te? Én mi? Boldog vagy? Miért kérdezed? Nem tudom. Folyton csak menekülsz. Mindenkit ott hagysz, mielőtt komolyra fordulna. Gael, tudom, hogy sokat szenvedtél Hugo halála után. Miért beszélsz róla? Már össze akartatok házasodni. Boldog voltál vele. De annak már 20 éve. Ideje lenne lapozni. Igen, már lapoztam. Ezért állsz le olyanokkal, akikkel soha hogy nem jutsz már szíve? Abba! Elbosszantasz! Csak annyit tanácsolok. Ne várj 60 éves korodig. Ha változtatni akarsz, tedd meg most. Mennem kell. Szeretlek. Malman doktor hozzáfér a családsegítő kartonjaihoz. Hogy lehet ez? Nem létezik. Tégla van nálatok. Valaki kettős játékot űz. Válaszolj, légy szíves. Engem gyanúsítasz? Évek óta küzdök az abortusz jogáért. 10 éve naponta jönnek ide, hogy sértegessenek, zaklassanak. Hogy játszhatnék össze azokkal a szemetekkel? Kellene minden nő kartonja az elmúlt hónapokból. Nem. Ha kitudódik, elveszítjük a bizalmat. Ígérem, nem tudódik ki. Kérlek. Salomé! Szia! Tegnap találkoztunk, nem tudom, emlékszel-e rám? Igen. Gondolkodtál azóta a terhességeden? Igen, a szüleim azt akarják, tartsam meg, és ne öljem meg a gyerekemet. Értem, de ugye tudod, hogy ő még nem gyerek, csak embrió.
tessék, szeretném ezt odaadni. Tájékoztatás az abortuszról, hívd fel őket. Kérdezd meg mindent, amit tudni szeretnél. Jó, de én azt hittem, hogy abortusz ellenes. Kicsit bonyolult, meg tudom magyarázni, de... A te életed, Salomé, a te döntésed. Igen, de félek attól, félek, hogy nem akarok belehalni. Belehalni? Nem. Igen. Nem halunk bele. De Alban Lavoisier is belehalt. 16 éves volt. Ezt ki mondta? Jean, az önkéntes. Akkor mondta, amikor maga kiment. Tudod, ez egy ordas butaság. Csak rá akarnak ijeszteni az ilyen kislányokra. De biztos. Figyelj, hívd fel ezt a számot, hogy valós információkat kapj. Ugye megteszed? Igen. Köszönöm. Szia. Viszlát. A családvédőtől van. Elvileg segít azonosítani a téglát. Basszus! Nálad hány van? Biztos kevesebb, mint nálam. Ha azt mondom, levitestes demencia, mit mond? Igen, bocsánat, elemeztem a dílernél talált gyógyszereket. Van eldobva a Trevicta és a Minil, eddig világos. Ezt a három molekulát a tünetek fékezésére használják. Levitestes demenciánál bizony, egyértelmű, nem? Kifejteni? Kicsit, mint a kevernénk a Parkinson és az Alzheimer kort. De ez egyik sem. Egy visszafordíthatatlan neurodegeneratív betegség, ami az agyat támadja meg. Mik a tünetei? Új, hát ingadozó kognitív teljesítmény, beszéd és mozgásképesség elvesztése, halucinációk, remegés, aztán halál. Mert valójában nincs rá gyógymód. Tényleg szörnyű. Várjon, amikor Malmennel beszéltem, remegett a keze. Lehet, hogy beteg. Nem ő látja el a dílert. Ő a vevő. Miért kell neki díler? Kórházban dolgozik. Mert így diszkrétebb. A kórházban mindenki megtudná. De Eker doktornő rájött. És ha feljelenti, oda a lelkiismereti záradék. Oda megyünk, kihallgatjuk. Őrnagy, beszélhetnénk négy szem közt? Igen. Oké. Szóval? Őszinte leszek. Soha semmi sem lehet köztünk. Tessék. Nem hagyom el magáért a feleségemet. Érti? Ha hamarabb találkozunk, lehet, de most már késő. Boldog vagyok, van két lányom, minden rendben. De Filez... Látom én. A mosolyok, a bókok, hízelgő. Igen, de nem. Igen, tudom, hogy egy korabeli nőnek nehéz, pláne két gyerekkel, már önmagában ettől elmenekülnek a férfiak. De ne veszíts el a reményt, ön jó ember, és fog találni magának egy jó embert. Van ehhez, jó orrom van ehhez. És ne aggódjon, a mi kis titkunk marad. Sok sikert! Hm? Velük vagy? Crivelli százados? Hol van Malmen? Mivel igazolja a tegnapi beépülését? Kíváncsi lennék rá. Milyen beépülés? Őszinte voltam, szerettem volna csatlakozni, de aztán hallottam az undorító dolgaikról, és elhánytam magam. Lévitestes demencia? Miről beszél? Csak fáradt vagyok. Kérünk orvos szakértői véleményt, és kiderül. Az ügyvédeim nem hagyják. Veszélyezteti a pácienseit. Ebben az állapotban nem dolgozhat. De ugyan már. Mondom, hogy csak fáradtság. A páciensek érdeklik a legkevésbé. A lényeg, hogy az ügye mellé állítson minél több orvost. Háború van. Hála a hozzánk hasonló katonáknak kevesebb az abortusz. Minden eszköz megengedett. Ezért ölte meg Joan Eckert? Azt hiszi, lelőnék egy kollégát? Minek néz engem? Egy mindenre képes fanatikusnak. Nem ért semmit a csatánkból. Basszus!
Tudja, elegem van az ilyen passasokból, akik helyettem akarják eldönteni, mit csináljak. El a kezekkel a méhünktől! Evenly! Az agyrém! Tudta, hogy Eker doktornő leleplezi, hogy beteg. Csak az ügyvédem jelenlétében beszélek. Jól van. Kolléga! 12:32, őrizetbe veszem Joan Eker meggyilkolásáért. Hívhat orvost és ügyvédet, vigyék el. Menjünk. Nem tudom, hogy képes nyugodt maradni ilyen seggfejekkel szemben. Nyomozáskor félretesszük az érzelmeket, nem igaz? 9 percenként meghal egy nő az illegális abortuszok miatt. Nem csak a nyomozás van. Miért kéne elnyomnom az érzéseimet? Az amúgy is annyira nehéz. Crivelli. Na. Hugo két hete hallott volt, amikor megtudtam, hogy terhes vagyok. Az elején úgy gondoltam, hogy megtartom. Hogy majd olyan lesz, mintha még mindig velem lenne. Aztán rájöttem, mekkora önzőség lenne. Nem nőhet fel egy kisgyerek az apja szellemeként, akit nem is ismer. Bementem a kórházba, ott nyüzsögtek az abortusz ellenes aktivisták. Tudja milyen, hogy gyilkosnak neveznek egy olyan napon? Nincs mit tenni, Málmen egy órája meg sem nyikkan. Ellenőriztem, áll az alibije. Egy adományozóval volt. Több tanú is van rá. Nem ölte meg Joan Ekert. Marad a tégla, de nem hajlandó elárulni a nevét. Pedig megmondtam, hogy enyhébb ítéletre számíthat, ha együtt működik. Mit érdekli ez az egész? Néhány hónap múlva úgyis elpatkol, csak a kurva ügye jár az eszében. Talált valamit? Beszéltem a nőkkel, akik az utolsó pár hónapban keresték meg a családvédelmet. Vannak, akik téves infót kaptak és kifutottak az időből, és mindig ugyanazzal beszéltek. Ines Nadóval. Ines a bába, akit tegnap Leonival volt? Nem, van alibije. Szülés előkészítésen volt, legalább 10 szemtanú van rá. Lehet, hogy nem egyedül csinálta. Ezek összezárnak és mindenre készek. Behozzuk. Ha az egyesület tagja, ő sem fog beszélni. Nem, valahogy le kell buktatni. Magukra bízom. De hová megy? Beszélek Leonival, hát ha tud valamit. Megvan Ines Nadó hívás listája? Meg. Ines? Nem létezik. Évek óta ismerem. Akkor ügyesen titkolja. Nem. Minden tüntetésen velünk van. Mindig harciasan beszél. Nyilván. Minél hevesebb, annál kevésbé gyanús. A stratégia része. Főleg a családját hívta. Van egy visszatérő szám. Girard Lavoisier. Lavoisier? Honnan ismerős? Lavoisier. Mit mondtál, Girard? Van egy lánya, Albán. Persze, megvan. A kislány, akivel az egyesületnél beszéltem, ő említette Albán Lavoisiert, azt mondta, belehalt az abortuszba. Basszus, miért nem kapcsoltam? Gyere, menjünk! Girard unokatestvére. Crivelli százados. A szomszédban lakik. Van kulcsa. Köszönjük, hogy segít. Bocsánat a kérdésért, de Albán tényleg az abortuszba halt bele? Nem. Öngyilkos lett.
Bevett egy dobozaltatót. Biztos? Úgy tudtam, a terhesség miatt. Terhes volt. Nem akarta megtartani. Nem tudta, mit tegyen. Senki sem segített. Borzasztó. Nem merte elmondani az apjának. Az anyja még 5 éves korában meghalt. Gérard haragudott önmagára, hogy nem vett észre semmit. A terhességről sem tudott. A boncolás után tudta meg. Meg akarta érteni, miért nem segített senki a lányának. Elment a családsegítőhöz. Egy önkéntes sokat segített neki. Többször találkoztak, a neve... Ines Nadó. Igen. Azt mondta, a nőgyógyász vezette félre Albánt. Ezért nem lehetett abortusza. Nagyon kiborult. 8 milliméteres. Ilyen golyóval ölték meg Eckertet. És nála van a fegyver. Sok nőt szándékosan félre tájékoztatott a terhességük pontos idejéről, mindez csak azért, hogy ne szakítsák meg a terhességüket. Dehogy is. Ők tudták rosszul. Én elmondtam, amit tudtam. Utána már az ő döntésük volt. Tönkretetted ezeknek a nőknek az életét. Nem, Léoni, esküszöl! Esküszöl? Nem te ölted meg Joannát? Ines Nádót akarom! Ines Nádó! Ines Nádót akarom! Beszélni akarok vele! Ines Nádó! Ineshez jöttem! Mit csinál? Csak nem védi. Letartóztatjuk, tudjuk, mit tett. Nem tudják. Az ilyenek miatt halt meg a lányom. Tévedés, össze-vissza beszél. Te vettél rá, hogy jöjjön meg Eckert doktornőt. Te mondtad, hogy félrevezette a lányomat, pedig te voltál. Nem, ne figyeljenek rá, félre beszél. Ha volt valaki, aki segítetett volna Albanon, az pont, hogy ő volt. Oké, szuper Phil. A telefonja a családvédőnél jelzett. Szent Róz már ott van, szólj neki! Basszus, hangposta! A francba! Uram, kiderítem, miért halt meg a lánya. Ha Ines Nádó miatt el fogják ítélni, tegye el a fegyvert. Te szemét! Miattad lett öngyilkos az a kislány? Dehogy is! 16 éves volt, 16, érted? Mondd meg az igazat! Te vetted rá, hogy ölje meg Joannát? Mindenkinek elmondta volna, hogy Malmen doktor beteg. Le kellett valahogy állítanom. Átvertél? Több tucatnyi kisgyerek vére tapadt a kezéhez. Szörnyeteg volt. Isten majd ítél. Meg is kérdezheted. Ne! Vigy el! Maga meg Ines Nádót! Nagy örömmel! Nem lesz baj. Itt vagyunk. Itt vagyunk. Na jó. Elmész? Igen. A lányod impresszáriót játszott, intézett egy jó kis turnét Franciaországban. Az jó. Remélem, boldog vagy. Hát, kicsit izgulok. De miért? A színpad az életed. Tudod, hogy tehetséges vagy. Komolyan mondod? Persze, hogy komolyan. Nagyon tehetséges vagy, akkor is, ha az idegeimre mész. Mindig csodáltalak. Köszönök minden. Hiányozni fogtok. Ne vágj már ilyen képet. Jöhetek még? Ha akarsz, már tudod a címet. Legközelebb ne a szomszédoknál keres. És jobban nézd meg, kivel fekszel le. Lőke. Te gondolod, én kimondom? Ja. Most már tényleg megyek. Vigyázz magad. Ciao!